Egy este a Semmelweis kultusz forgatagában, a középpontban pedig egy különös arcrekonstrukció. Az Orvostörténeti Múzeum fantasztikus kísérletbe fogott. Történészek, antropológusok, múzeológusok, szobrászok és más szakemberek megvalósították a lehetetlent. Egy éves munkánk eredménye, hogy elkészülhetett a Magyar Természettudományi Múzeum antropológusai segítségével Semmelweis Ignác fejrekonstrukciója, pontosabban megtudhatjuk, hogy nézett volna ki, ha nem sújtja az a betegség, ami sújtotta, és nem halt volna meg olyan fiatalon, amilyen fiatalon meghalt. Mindezt egy művészi igénnyel kivitelezett film mutatja be, nem csak a fejrekonstrukciót, hanem egyrészt lebontjuk, amit az utókor képzelt Semmelweis Ignácról, illetve Kustár Ágnes antropológus felépíti mindazt, amit az ő szakmájából meg tudott valósítani ezen a téren. Semmelweis valós betegségének tünetei 1862-ben kezdődtek, majd 1865-ben gyors romlásnak indult az állapota. Dükitörések, mértéktelen evésivás, felfedezésének hangoztatása úton útfélen. Ezek jellemezték viselkedését. Az anyák megmentőjét ekkor Bécsbe szállították egy elmegyógyintézetbe. Semmelweist ezek után megverik, lekötözik, és egy ágyhoz kötözve tartják napokon keresztül. Augusztus közepén meghal. A boncolás, amit elvégeznek rajta, azt tárja föl, hogy Semmelweis gyakorlatilag vérmérgezésben halt meg, amelyet az elszenvedett sérüléseknek a hatására alakult ki a testében. Mára azonban tudjuk Benedek István professzor kutatásaiból, hogy Semmelweis egy harmadik fázisú szifiliszben szenvedett, amely paralízis progresszívában konkludált. Ez a betegséget valamikor még a 40-es években szerezte, a paralízis látszott egyre hanyagabb tartásán, egyre kuszább kézírásán, egyre rosszabb mozgásán, és egyre akadozott beszédén is. A paralízis mindenképpen elvitte volna Semmelweist tulajdonképpen 65-nek a szeptemberére, azonban konkrétan a szepszisben halt meg. Semmelweis maradványait 4-szer exhumálták. Utoljára 1963-ban, azzal a szándékkal, hogy szülőházában, a mai Orvostörténeti Múzeumban helyezzék végső nyugalomra. Előtte azonban Bartusz Lajos antropológus vezetésével felnyitották a majd 100 éve zárt koporsót. Egy óráig tartó nyiszatolás, vágás után sikerült a külső borító koporsót kinyitni. És a legnagyobb meglepetés akkor érte őket, amikor kiderült, hogy ebben a fémládában van egy másik, valamivel kisebb, kicsit összelapított fémláda is. Amikor ezt a ládát is kinyitották, akkor jött a következő meglepetés, mert a láda közepén, a felső végénél egy felfűrészelt koponya volt található, ráhelyezett felső lefűrészelt koponya darabbal, illetve az állkapocssal. A következő meglepetés akkor derült ki, amikor ezeket a csontokat fokozatosan kivették, és nem csak ennek a felnőtt egyénnek a maradványait találtak, hanem két kisgyermek csontvázára is pukkadtak. Az egyik pár hetes, vagy pár napos lehetett, a másik maradvány egy valamivel idősebb kisgyermeknek, körülbelül maximum fél éves kisgyermeknek a maradványa volt. Ez elég nagy megrökönyödést keltett, de aztán a későbbi kutatások kiderítették, hogy Semmelweis Ignác első szülött gyermeke, egy kisfiú volt, aki már egynapos korában meghalt, és Mária nevű kislánya 4 hónapos korában halt el. Az Orvostörténeti Múzeum látni akarta az egészséges arcot. Ezért a negyedik exhumálás során készített koponya másolatáról elkészítették Semmelweis arcrekonstrukcióját. Nagyon érdekes volt Semmelweis arcának, illetve koponyának karaktere, ami már előrevetítette azt, hogy nem egy hétköznapi arcot fogunk látni. Például a nagyon magas és széles domború homlok, ami nagyon jellegzetessé tette a megjelenését, illetve hogy nagyon távolülőek voltak a szemüregek, széles volt az orrgyök.
Az orr rekonstrukciójánál okozott némi problémát az, hogy maga az orrcsont hiányos volt, töredékes, de ezt a környező csontok alakjából viszonylag pontosan sikerült rekonstruálni, és erre épült fel aztán a porcos orr. Egy nagyon karakteres koponyát kaptunk, én nagyon örül, szeretem egy koponyát megfejteni, hogy végül is milyen lehetett az összes forma rajta. Biztos, hogy láttam Samuel Wells portrékat, mert a szobrát is ismerem, meg a portrét nem lehet kikerülni. Én közvetlenül az arcrekonstrukció előtt nem néztem meg, közben sem néztem meg, és elég rég nem láttam Samuel Wells ábrázolást. Amikor összevetettem a korabeli képet az arcrekonstrukcióval, még akkor is látható volt, hogy a rekonstrukcióhoz képest, ami a koponyából indult ki, túlságosan magas a korabeli ábrázoláson a fejtető. Tehát a kontúrvonal az megegyezett, tehát a lefutása, a görbületek ugyanolyan mértékűek voltak nagyjából, de a fejtető magassága volt jelentősen nagyobb. A folyamatról egy szokatlan képi világgal bíró tudományos film is készült, amely alkotói számára is okozott némi fejtörést. A film forgatása alatt, illetve előtte az volt a legnehezebb, hogy a forgatókönyv végét nem tudtam megírni, ugyanis nem tudtuk, hogy mi lesz a vége. Így aztán a történet hétről hétre alakult, és az utolsó forgatási napon derült ki, úgymond, hogy a végeredmény mit is hoz ki. Azt tudtuk, hogy ugyanabba halt meg, mint amit felfedezett. Tudtuk, hogy szeptikopémiában halt meg, ugyanúgy, mint Kolecska tanár, aki ő tulajdonképpen felfedezte azt, hogy az van. De hogy agyonverték. Lekötözték. Ezt tudtam, de most itt ennyire így szembesülni, mert tudtam, hogy nagyon megverték. Azok a sebei genyeteket törései voltak, csonttörései. A zenéje tetszett legjobban, mert egy ilyen szívdobogás van benne, és egy sürgetés van benne, szívdobogás, amilyen ő lehetett, amilyen állandóan sürgető volt, vagy nem mondom, hogy követelés van benne, hanem inkább egy sürgetés, egy állandó mozgalmasság, és bennem egy ilyen felfokozott érzést keltett. Hogy miért exhumálták négyszer, miként készült el az arcrekonstrukció, és hogy milyen lehetett volna az egészséges Samuel Wells. Nos, a múzeumok éjszakájának vendégei ezekre a kérdésekre is válaszokat kaphattak a Samuel Wells arca című filmből, illetve az alkotók személyes beszámolóiból.